Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Gablini Gábor vagyok, a Gablini cégcsoport tulajdonosa és igazgatója. Cégünk 2020-ban tovább bővítette prémium kategóriás portfólióját. Ennek keretén belül több olyan márka érkezett a cégcsoporthoz, ami az elkövetkezendő évtizedben meghatározó lesz a Gablini cégcsoport arculatában. A most bejelentésre kerülő és ezzel Magyarországra érkező prémium márka egy hosszú tárgyalási folyamat eredménye. Évekkel ezelőtt kerültem kapcsolatba a legendás brit autógyárral, amelynek gyümölcse a mai nap érik be számunkra. Egy rendkívüli hagyományokkal és történelmen rendelkező márkáról beszélünk. Ez a márka az elkövetkezendő évtizedben Phoenix madárként kell újra, megtartva a múltat, de utat mutatva a jövőnek. 70 év és 79 Grand Prix győzelem után a Lotus márka megérkezett Magyarországra. A Lotus első autója 1948-ban a legendás Colin Chapman tervezőmérnöknek köszönhetően gurult ki az utakra. Le Mans-tól Indianapoliszon át Monacóig sikert sikerre halmozott, köszönhetően a Lotus szellemiségének, ami mindig a vezetőre, a vezetési élményre és a versengésre koncentrált. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy személyesen is ülhettem a heteli gyár remekeiben. Ezeknek a vezetési élménye semmihez nem hasonlítható. Könnyű autó, nagy teljesítmény, ez a Lotus. Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Nigel Mansell, Mario Andretti, nagy nevek azok közül, akik a márka versenyzői voltak. 6 egyéni világbajnoki cím mindent elmond arról, hogy a márka mit ért el az elmúlt évszázadban. Mint említettem, a márka újjászületőben van. A hajtásmód változik, de a szellemiség megmarad. A Lotus jövője rendkívül izgalmas, új technológiák, új modellek érkeznek. Már az első találkozásunkkor rendkívül ambíciózus tervet mutattak számunkra, ami az elektromobilitáson alapul. Az autóipar jövője az elektromos hajtás, az elektromos technológiák, és erre az útra lép most a Lotus is. Az autózás szerelmesei és minden szenvedélyes sofőr nevében szeretném köszönteni a Lotust Magyarországon. Ladies and gentlemen, my name is Jeff Dowding. I am the Executive Director of Sales and After Sales for Lotus Cars, and I'm talking to you today from our brand new Retail Experience Center at our factory here in Hethel in the east of England. I will start with an apology. Ideally, we would love to be with you today, but unfortunately, as we all know, circumstances do not allow that to happen. But I think being here in our new showroom at Hethel at our factory is hopefully the next best thing. We are here today to celebrate the grand opening of our new center in Budapest in Hungary, which is owned and managed by the Gablini Group. And a very big thank you to Mr. Gabor Gablini for his investment and his faith in us and the Lotus brand. This is all part of our expansion through Europe, in fact, through the world. Eastern Europe is a very important market to us, and this is part of that expansion project. So once again, Mr. Gablini, thank you very much for all that you have done for us. Under new ownership, the expansion and transformation plans of Lotus is dramatic. Manufacturing facilities and a whole new range of products will be launched in the near future. 2021 sees the end of our current generation of products, the Lotus Elise, the Lotus Exige, and the Lotus Evora. And we have celebration editions currently in production and on sale for each of these models. In the middle of this year, we launch a brand new sports car to the world, a really exciting and incredible product that will take Lotus to whole new heights in terms of technology and volume. And then beyond that, we have plans for further products in new segments, all of which will transform this company and this brand into one of the most exciting and dynamic brands in the industry. Ladies and gentlemen, please enjoy the rest of the event and please enjoy our products and all that Lotus brings. And when we can get there, we absolutely look forward to visiting you all in Hungary as soon as we possibly can. Thank you.
Üdvözlök mindenkit, Kozdon Viktor vagyok, a Lotus Gablini értékesítési menedzsere. Most meg fogom válaszolni a beérkezett újságírói kérdéseket. Mikor és hol tervezik megnyitni a Lotus szalont Magyarországon? A Gablini cégcsoport zuglói központjában kerül kialakítás az új szalon, mely az új arculat szerint készül el, elsők között a világon. A szalon megnyitása tervénk szerint az idei évben, 2021-ben valósul meg. A belső égésű motorok megmaradnak-e a kínálat részeként? Egyetlen egy darab belső égésű motorral szerelt új modell fog érkezni a Lotus új palettáján. Az idei évben kerül bemutatásra, a Type 131-es néven fut jelenleg ez a modell. Miért pont most kezdték meg a Lotus modellek magyarországi értékesítését? A Gablini cégcsoport úgy gondolja, ez a lehető legjobb pillanat bekapcsolni a Lotus hálózatába és új szalont kialakítani, mivel a Lotus most megy keresztül egy olyan mértékű átalakuláson, hogy teljes egészében új modellek fognak készülni a jövőben, és mi ennek a indulásában szeretnénk részt venni. Nem jelent kockázatot akkor belevágni egy új modell bevezetésébe, amikor az éppen megszűnik, hiszen a Lotus 2021-ben befejezi az Evora, az Elise és az Exis gyártását is. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék leszögezni, a Lotus márka nem szűnik meg, sőt, most indul egy olyan új úton el a Lotus márka, ami által teljesen megújul a modellpaletta, teljesen új technológiákat fog hozni a Lotus, és mi ennek szeretnénk részesei lenni. Hogyan történik a modell értékesítése? Van belőle raktárkészlet, úgymond, vagy minden modell egyedileg rendelt? Ha egyedileg rendelt, akkor mennyi a várakozási idő? Az ügyfelek az autó mely részeit specifikálhatják? Jelen pillanatban a Lotus meglévő, azaz a régebbi modelljeinek a Final Edition változatai kerülnek gyártásra az idei évben. Mivel ezek limitált darabszámú modellek, ezért a Gablini cégcsoport készletre lerendelt már autókat konkrét specifikációk szerint, melyek gyártás már is kezdődött, ezen módosítani nem lehet. Ezekből az érkező autókból fogjuk tudni kiszolgálni jelen pillanatban az érdeklődőket. A jövőben, jövő évtől kezdődően érkeznek az új modelljei a Lotusnak. Ezek természetesen gyártásrendeléses autók lesznek, külön specifikációk alapján, vevői elképzelések alapján tud ez működni. Hogyan érhető körül az az életérzés, amit egy Lotus nyújt a vezetője számára? Nem olyan egyszerű, rövidke mondatban tudom ezt összefoglalni. Van az út, a Lotus és a sofőr. Ezt a hármat összegyúrjuk, az a Lotus életérzés. A teljes Lotus kínálat elérhető lesz nálatok, vagy csak bizonyos modellekre korlátozódik a szerződésetek? A teljes paletta elérhető lesz. Lesz-e ide haza olyan szervizközpont, ahol esetleg a régebbi, már forgalomban lévő Lotusok tulajdonosai, illetve az új autók tulajdonosai is megkapják azt a törődést, ami egy ilyen patinás márkához illik, úgyhogy ha erről tudnátok bővebben, az tényleg érdekelne, hogy hol lesz és mikortól lesz a központ. Jelen pillanatban a Lotus első szerződése a zuglói központunkban fog megvalósulni. Célszerszámok már megérkeztek, a mesterszerelőink képzése már tart, tehát elkezdődött. Hamarosan tudjuk fogadni a meglévő régi Lotus tulajdonosokat, és reményünk szerint mielőbb az új Lotus tulajdonosokat a szervizünkbe.